Köszöntöm nézőinket, a stúdióban dr. Berecki Péter, házi orvos és az egészségügyért felelős alpolgármester, üdvözlöm. Üdvözlöm a televízió nézőit. De mai nappal beléptünk augusztusba, ugye ilyenkor kezd virágozni a parlagfű is, ilyen allergia szezon. Hogyan vészeljük túl ezt az időszakot? Igen, az allergia az már egész évben probléma, mert a gyorsan jött meleg miatt a gyomok sokkal hamarabb megnőttek, és szinte egész nyáron lehet találkozni allergiás betegekkel. Persze a fő allergia szezon az a parlagfű és fekete öröm, ezek ugye egyszerre virágoznak, és már augusztus elején lehet számolni azzal, hogy az allergiás emberek tünetei megjelennek. Most az a javaslat, hogy az allergiára szedett gyógyszereket jó előre már el kell kezdeni. Tehát már július közepétől ajánlatos valamilyen antihisztamint szedni annak, akinek könnyezik a szeme, dugul az orra, kapar a torka, köhécsel. Tehát ugye vannak a szisztémás szerek, ezek a tabletták, és vannak a helyileg ható szerek, ezek a szemcsepp, orrcsepp, orrsprék. Ha valakinél minden tünet jelentkezik, akkor célszerű tablettát szedni. Igen, szoktam mondani, hogy kétfajta ember létezik, aki allergiás, és aki majd az lesz. Hogyan válasszuk külön, hogy egy allergiáról van szó, vagy esetleg egy megfázásról itt a nyár közepén? Valóban egyre több az allergiával küzdők száma, de a két betegséget el lehet azért különíteni, de sokszor összemosódik. Ha lázzal kezdődik a betegség, akkor egyértelműen vírusbetegségről van szó, vagy hogyha a sárga a váladék, a testváladék, akkor bakteriális fertőzésről van szó. Viszont az allergiára adott szerek, ezek az antihisztaminok, sokszor a vírusbetegségekben kiegészítő szerként jó hatásúak. Tehát igazából nem tudjuk ketté választani, elkezdjük kezelni. És ha reagál az antihisztaminokra, nincsen láza mondjuk, csak köhécse, és az antihisztaminokra reagál, akkor elkönyveljük allergiásnak. Ha viszont láza van, akkor lázcsillapítást adunk, illetve még antihisztamint, hogy ne folyjon az orra, ne duguljon az orra, és kivárjuk, hogy meggyógyuljon. Vagy ha átfordul, sárga, zöld orrváladék jelentkezik, vagy elhúzódóvá válik a láz, akkor már gondolunk bakteriális fertőzés, és akkor adunk antibiotikumot is. Azért ősszel, vagy esetleg, ha egy esik az eső, akkor megnyugszanak kicsit az allergiás betegek, vagy sőt, ilyenkor felerősödik? Ez igaz volt a tapasztalat, hogy ha tartósan esett, akkor a polleneket lekötötte az eső. De ha csak egy zápor jön, az inkább fölveri a fákról a polleneket, és inkább rosszabbodik az allergia. Uh-huh. És ugye többféle allergiáról beszélünk, allergiások lehetünk akár az állatokra is. Ilyenkor nyáron ugye többet vagyunk a szabadban, nagyobb eséllyel fog megcsípni minket akár egy darázs. Hogyan védekezzünk? Igen, ez az utóbbi években egyre nagyobb probléma, a daráscsípés, szúnyogcsípés, valahogy nagyon erős túlérzékenységi reakcióval védekezik a szervezet. Sokszor látjuk, hogy hatalmas dudor van körülötte, pír, pirosság, és hetekig, akár hetekig is eltarthat a dolog. Ez egy túlérzékenységi reakció. Az igazi daráscsípési allergiában, ami nagyon súlyos életet veszélyeztető megbetegedés, ott az egy speciális betegség, amit speciálisan kell kezelni. Általában ezeknek a betegeknek fölírjuk azt a előre töltött fecskendőt, amit a daráscsípés után azonnal be kell adnia magának. Ez egy egyszer használatos toll, amiben tonogén van, ami azonnal elnyomja ezt az allergiás reakciót, ezt a torokduzzanatot, fulladást. Tehát ez egy másik betegség. Szerencsére kevesen vannak ilyen emberek, de aki ebben a betegségben szenved, annak hordania kell magával ezt a előre töltött fecskendőt. Aki csak túlérzékeny, annak elég egy kis antihisztamint adni,
amit akár recept nélkül is lehet kapni, kalciumot itatni vele, borogatást tenni rá, fenisztilgéllel kenegetni a sebet, és ha nem múlik el, akkor a háziorvoshoz kell fordulni, mert néha-néha átfordul egy ilyen bakteriális fertőzésbe is, és akkor az antibiotikum az, ami igazából megnyugtatja. Igen, a túlérzékenység az, amikor megcsíp valahol, és elkezd dagadni? Nagyon súlyan? Hát igen, amikor nem egy-két órás duzzanatról van szó, hanem napokig is eltarthat. Azt is mondják, hogy a méhek előtte olyan megpermetezett növényre szálltak rá, és annak azt a permetet viszik be a csípés kapcsán a bőr alá, és ez is okozhat ilyen csúnya elváltozásokat a bőrön. Igen, és ugye beszélhetünk még akár keresztallergiáról is, ha jól tudom. Igen, akkor... igen, a gyümölcsök ugyanúgy allergizálnak. Például az őszi barackka, dinnye, az keresztallergiásan viselkedik a parlagfüveseknél, tehát ugyanúgy kiválthat egy allergiás rohamot a dinnyeevés vagy az őszi barackkevés is. Tehát erre is gondolni kell, hogyha ha előjönnek a tünetek. Hogyan alakul így nyáron az orvosi ügyelet, illetve gyógyszertári ügyelet nyitvatartása, ha bármi panaszt észlelnénk, hova tudunk fordulni ilyenkor? A Damjancs utcában ott két rendelő van, és mind a két rendelőben úgy vannak a rendelési idők elcsúsztatva, hogy orvos mindig van a két komplexum valamelyikében. Tehát a Damjancs utcában lehet orvost találni, még a szabadságolások idején is. Általában két orvos van a déli órákban is, amikor itt csúszik a rendelés, akkor is általában két orvos van, ha szabadság van, akkor a szabadságosok van, akkor általában egy van, de mindig van ott valaki. Tehát ha oda beszaladnak, akkor találnak ott orvost. A telefonon való elérés az már bonyolultabb, mert ahhoz tudni kellene az összes rendelőnek a telefonszámát. Tehát nincs egy központi telefonszám, ami napközben elérhető lenne, és ott megmondanák, hogy éppen ki az ügyeletes. A újságban, honlapon fönt vannak a rendelők telefonszámai, és hát azt kell mondjam, hogy hívogatni kell a rendelőket, és de legjobb, hogyha be tud menni a beteg, akkor be kell menni, mert akkor ott meg tudja találni az éppen szolgálatban lévő doktort. Este 6-tól reggel 8-ig pedig van az orvosi ügyelet. Nekik 3 számuk van, igen, ami egy helyen csörög. A 370-304, a 370-116 és a 370-422. Ezen a 3 telefonszámon el lehet érni az ügyeletet este 6-tól reggel 8 óráig. Hétvégeken pedig reggel 8-tól hétfő reggel 8 óráig. Tehát itt egy 24 órás ügyelet van. Úgyhogy azért, aki akarja, megtalálja az orvosi ügyeletet 3 szám valamelyikén, vagy pedig bemegy az ügyeletre. Hát szerencsére a nap 24 órájában mindig van elérhető orvos, aki életveszélyes állapotot meg tud szüntetni, vagy stabilizálni tudja a beteget a mentő kiérkezéséig. Sőt, most már működik a mentőpont is, ugye Dunaharasztin, ami nem azt jelenti, hogy dunaharaszti lakosokat látja el kizárólag, de legalább nagyobb eséllyel jut el hamarabb a dunaharaszti betegekhez, ha jól tudom. Igen, így van. A mentési pontot pár hónapja már üzemeltetjük. Egy ünnepélyes átadás még ugyan nem történt meg, de ez a mentőállomás már üzemel, úgyhogy reggel 7-kor idejönnek a Szigetszentmiklósi mentők 3 emberrel, egy orvossal, egy mentőápolóval és egy sofőrrel, és akkor innen mennek címekre, a környébeli címekre, vagy akár Dunaharasztiba is. Én sokszor találkoztam már velük, hogy szirénázva jöttek ki a Damjancs utcából. Gyors beavatkozásra volt szükség, és ez megnyugtató az embereknek, hogy látják, hogy itt a közelből indul a mentés. Persze mondom, ez nem azt jelenti, hogy csak Dunaharasztiba működnek, mert hogyha Taksonyban van beteg, és a szigetszentmiklósiaknak nincs éppen autójuk, akkor innen vonul ki a mentőegység Dunaharasztiból. Ez a mentési pont, ez kezdeti lépés arra, hogy egy igazi mentőállomás létesüljön Dunaharasztin. Hiszen látjuk, az országban sok helyütt létesítenek új mentőállomásokat.
reméljük, hogy a kormányzati szándék az lesz, hogy Dunaharasztin is lesz egy igazi mentőállomás, ahol több autó várakozik, és akkor tényleg azonnal segítség tudnak nyújtani. Most elég érdekesen alakul ez a nyár. Dökhőség van napokig, aztán hirtelen jön egy vihar, majd lehűl a levegő, majd ismételten kánikula. Ezt hogyan viselik az emberek, főként az idősekre gondolok itt, milyen tanáccsal tudna szolgálni a részükre? Igen, ez a nagy hőmérséklet különbség sokszor még a 20 fokot is eléri, mert 35-ről 15-re esik. Ez nagyon-nagyon megterheli a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőket. Hát nekik azt tudjuk tanácsolni, hogy maradjanak bent a lakásban, lehetőleg egyenletes hőmérsékleten. A folyadékfogyasztást azt nem győzzük hangsúlyozni, legyen elől a másfél literes ásványvizes üveg, hogy lássa, hogy mennyit fogyasztott el, mert az idős embereknél csökken a szomjúságérzés is. És emiatt nincs késztetésük arra, hogy most fogyasszák a folyadékot. Nagyon sok gyümölcsöt kell enni, zöldséget, főleg a paradicsomot, mert abban sok a kálium, és nagyon sokszor az izzadással magnéziumot, káliumot veszít a szervezet, és emiatt görcsök jönnek, ritmuszavarok a hiány miatt, és ezt viszont pótolni kellene. Magnéziumot inkább pezsgő tablettába, vagy más magnézium tartalmú tablettába, de a káliumot lehet akár sok paradicsom elfogyasztásával is pótolni. Igen, és ugye gondolom, még a gyerekekre is vigyázunk ilyenkor, akik még esetleg nem tudnak beszélni, hogy igyanak, itatni kell őket. Igen, hát ez a szülők felelőssége. Igen. Ugye beszéltünk már az orvosi ügyeletről, mi a helyzet a gyógyszertári ügyeletről? A gyógyszertári ügyelet kapcsán országszerte változás történt. A patikusok kérték az országos főgyógyszerészt, hogy vizsgálja meg ezt a helyzetet, hogy éjszaka ne kelljen a patikákat nyitva tartani, mert a vizsgálatokból, a kiszűrt adatokból kiderült, hogy recepttel szinte senki nem jelentkezik a patikában éjszaka. Tehát ha elmegy az ügyeletre, és ott fölírnak egy receptet, az nagyon-nagyon ritka eset, mert többnyire, hogyha éjszaka bemegy a beteg a ügyeletre, akkor ott ellátják. Tehát olyan esemény nagyon-nagyon ritkán van, hogy az éjszakai ügyelet olyan gyógyszert írt fel, amit azonnal ki kell váltani. Ha azonnal valamit cselekedni kell, vagy azonnal kell adni a betegnek, akkor ott van injekcióban. Általában injekcióban, esetleg tabletta is van kéznél. Tehát az derült ki, hogy éjszaka nagyon-nagyon kevés indokolt esetben költik fel a patikust, illetve csöngetnek be a patikába. Ezért aztán úgy döntött az országos tiszti, vagy főgyógyszerész, hogy ne legyenek éjszakai ügyeletek. Ez a fővárosban van néhány éjszaka, éjjel-nappal, 24 órában nyitva tartó. A legközelebbi hozzánk Hősök terén van, ha jól tudom, Soroksáron? Nem, Hősök terén nincsen. Ott már nincsen? Hát nem nagyon volt ott sem. Igen. Én évtizedek óta tudom, hogy csak Erzsébeten, a Kossuth-Lajos utcában ott van egy patika, ami éjjel-nappal nyitva van. Csepelem van, igen, ez jutott eszembe, igen. Igen, Soroksáron sincs, úgyhogy ez egy nagy kerület, de még sincs nekik ilyen nappali patikájuk. Tehát Csepel, Erzsébet, Szigetszentmiklóson, ott úgy működik, hogy ott több patika van, és az egyik patikában ilyen visszajövős rendszerbe, tehát ha oda megy a beteg, fölhívja a patikust, akkor egy óra múlva oda megy a patikus, és kiadja neki a gyógyszert. De hát ez is nagyon ritkán veszik igénybe. Dunaharasztin úgy működik a patikai ügyelet hétvégén, hogy miután a Tesco-ban nyitva van reggel 8-tól este 9-ig szerintem a patika, még szombaton is. Ezért az éjszakai órákra nincsen patikai ügyelet, tehát akinek kell, az szerezze be reggel 8-tól este 9-ig akár a Tesco-ban. Tehát ott hátulról sem lehet bemenni a patikához a Tesco nem, mögött? Nem. Nem? Ott sincs nyitva? Csak akkor, hogyha ők ügyeletesek. Ja, emellett hétvégén, tehát vasárnap reggel 8-tól este 6-ig működik az ügyelet is a Tesco nyitvatartása mellett. A patikák bent a városban egymást váltva ügyelnek reggel 8-tól este 6-ig. Most ezt úgy tudjuk meg leginkább praktikusan, hogy fölhívjuk őket. Meg a telefonszámokat azok szintén az újságban mindig benne vannak minden hónapban.
benne van a telefonszám, és hogy melyik patika ügyeletes, azt telefonon, aki fölveszi, hát az az ügyeletes. Tartani kell nyilván fájtlan csillapítókat, lázcsillapítókat, nem túl sok mindent, egy-egy görcsoldót, hasmenésgátlót, egy ilyen 3-4-5 fajta gyógyszer elég a házi patikában. Ha baj van, akkor meg el kell menni az orvosi ügyeletre. Igen. Ja. Köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk, és felvilágosított minket ezekről a fontos dolgokról. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet.